Megkérdeztem most, hogy mióta csináljuk Mezőberényben a múzeumok éjszakáját. 2011 óta, miután egy év kimaradt a Covid miatt, akkor ez azt jelenti, hogy talán ez a 12. alkalom. Volt szerencsém ezeken az alkalmakon részt venni, és majdnem minden alkalommal köszönteni a jelenlévőket. Hát nem tudom, mit mondhatnék újabbat. Ami legújabb dolog az az, hogy továbbra is nagyon nagy köszönet azoknak, akik létrehozzák ezt az eseményt, akik itt vannak és színesítik a programot, gazdagítják a programot, annak érdekében, hogy minél jobban érezhessék magukat a mezőberényiek, illetve azok, akik ellátogatnak erre a rendezvényre. Rajta! Ugye milyen jó szól? Él egy öreg citorás, ki egész nap citorál, citorál vagy barátkozik, így is úgy is citorázik. Citorál vagy barátkozik, így is úgy is citorázik. Ilyenkor szoktak tapsolni, ma nem nekem, hanem az ajnának. Ácsi! Nagyon nagybá tűnik, hogy a mai napon elkerül minket a nagy vihar, legalábbis ebben bízunk, hát a hőguta nem annyira, úgyhogy hát veszély az van, egy kicsit kell is egyébként az életbe. Viszont itt vagyunk június 22-én a múzeumok éjszakáján, egészen pontosan, ha jól tudom, két nappal a leghosszabb nap után. Tehát most van hétvége. Ez országos programsorozat, és immáron kiszámoltuk, hogy 2011 óta kapcsolódott be Mezőberény, és egy alkalom maradt ki, ahogy polgármester úrnak köszöntőjében el is mondta, tehát ez a 12. alkalom, épp tucatszor találkozhatunk már itt a múzeum udvarban. Igen, és volt olyan, amikor tényleg viharban ünnepeltük ezt az éjszakát, viszont hát akkor lássuk, hogy mi is a program, mert hogy van Dögivel, már láthatták a kedves nézők, hogy egy mesejátékot láthatnak a gyerekek, hát most még kevesen vannak, biztos a nagy meleg miatt, de majd hátat gyűlnek. Szász Ilona, Violin király és Hanga király kisasszony című meséje elevenedik meg Jós Tamás mesemondó jóvoltából, aki megérkezett ide hozzánk Mezőberénybe. Hang szervemutatóval egybekötött interaktív mese előadásról van szó. Majd 18 órától egy kicsit az egészségmegőrzés, rekreáció, nyugodtság jegyében handpan bemutató lesz 30 percben. Láttál-e már ilyen hangszert, Szabolcs? Szerintem láttam, de lehet, hogy nem, viszont akkor most nézzük meg. Olyan, mintha egy teknős békának a páncélját. Volt, igen, volt. Sőt, mint volt már itt a múzeumban is. Igen, ám, hogy nagyon régen lehetett, ő még nem. Szarvasról érkezett hozzánk, Szabó Zsoltnak hívják. Mondom, hallgassunk.
folytatódik a program méghozzá a jól megszokott Zumbrigád Timmel. Csuta Éva vezetésével minden héten az Orlai Ház szakköreként működik a csoport itt Mezőberényben, és őket nagyon szereti a közönség, jó hangulatot csinálnak, reméljük, hogy igyekeznek most is majd bevonni a közönséget, és lesznek is aktív jelentkezők, úgyhogy ők az egyik olyan csoport, akik megmozgatják itt a résztvevőket. A másik meg majd a Berény Tánc Együttes lesz, a jól megszokott táncházzal. Így van, de köztük még jön egy fellépő. Mr. Ricknek hívják. Hát most ő róla nem sok mindent tudok, te igen? Hát csak tudsz, mert te hívtad meg. Hát kérem szépen, Mr. Rick ugye az a 90-es évektől igazából ismert pop, hazai magyar pop előadó, és hogyha valakinek azt mondom, hogy zárjon be a gyár, nyaralni megy a négy. Már ismerem, jó? Töröktök! Akkor most már megérkeztünk, úgy látom. Őt várjuk ide a Mezőberénybe, és ahogy mondtad, lesz Berénytánc együttes, a Luda zenekar kísérje a táncházat. Közben, mielőtt hátra megyünk majd a nagy tüzet is körbe táncolni, egy gyors tombola sorsolást is megejtünk, mert aki ide eljön, megkap egy tombola jegyet, és tombola tárgyakat elkérni. Zárjuk be a gyár! Yeah! Kezeket fel! Lássuk a zumbás rumbát! Csajok, szuperek vagytok! Megy a meló, nagy a terhelés, zakatol a gép, folyik a termelés. A nagyvilágnak hátra arc, a harcát legyen harc. Ki a legjobb, ki az élbrigád? Közben az üzemelő lelkötik a ringát. A béketábor lázba él, szintkes, vörös a cél. A norma, abnorma, munka, versenye és pofa, beguma. Május egyik a jó voltál, szó a beutaló és a barbúr. Gyere! Újra itt a nyár, hát zárjuk be a gyár. Éjjel a palcsi, nincs több szabály. Álljon le a gép, nyaralni megy a nép. A munkam az drága. Zárjon be a gyár, minden szabad, de semmi sem muszáj. Álljon le a gép, nyaralni megy a nép, jár ez a két cégét. Spontán vastaps! Nagyon meleg, de te sorban állsz, a büfék előtt az osztályharcba beszállsz, és bűlesen, hogy pult alatt, még barár is rakad. Itt lángos és Bambi vár, este eljön belém a két latabár. Miért nincs mindig gyár, itt a pártvezér és egy futballzár. Gyere! Újra itt a gyár, hát zárjuk be a gyár, éjjel a balcsi, nincs több szabály. Álljon le a gép, nyaralni megy a nép, a munkam az drága lép. Zárjon be a gyár, minden szabad, de semmi sem muszáj. Álljon le a gép, nyaralni megy a nép, jár ez a kézzékét. Drága barátaim, kezdek a magasba, nagyon szépen köszönjük a meghívást, nagyon boldog vagyunk, hogy itt lettünk veletek ezen a csodás szép nyári napon. Kezdek a magasba! Yeah. Búcsú taps! Hátul is! Búcsú taps! Egy, két, hár, és! Újra itt a nyár, hát zárjuk be a gyár! Éjjel a balcsi, nincs több szabály! Álljon le a gép, nyaralni megy a nép! A munka az drága lép! Újra itt a nyár, hát zárjuk be a gyár! Minden szabad! Semmi sem muszáj. Álljon le a gép, nyaralni megy a nép. Jár ez a két szép hét. Nagyon szépen köszönjük!
Hölgyek, urak, Mr. Rick! Hölgyek, urak, köszönjük szépen, Mr. Rick! Hát természetes, hogy a tűzgyújtással fog befejeződni ez az anyag, azonban azért mondjuk el, hogy mit lehet itt egyéb hidánt csinálni, hiszen egyéb programok is várják az ide látogatókat. A Nagycsaládosok Egyesülete készíti a nagyon finom kürtös kalácsukat, ingyen kóstolhat mindenki a készlet, illetve az alapanyag erejéig. Hoztak ugrálóvárat, lehet arcot festetni. Itt van velünk a Békési Rendőrkapitányságtól Szamos Péter, aki rendőrségi totóval készült, kresztezte a gyerekeknek ajándékokért, de a helyi óvodák is kitelepültek, Diószegi Eszter grafikus művésszel kiegészülve. Itt van a Mezőberényi Talentum református óvoda és a Mezőberényváros óvodai intézményének központi óvodája. Lehet gyöngyöt fűzni, kézműveskedni, mindenféle jókofa dolgot készíteni. Tűzoltóautó bemutató is lesz, mert hogy jön, érkezik majd a Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó. Jelenleg a tűzgyújtáshoz is. Igen, ők vigyáznak is ránk, meg azt mondták, hogy fel is lehet majd mászni az autójukra, meg lehet nézni közelebbről. Kézművesek kirakodóvására, illetve szalonna sütéshez is előkészültünk a Városi Nyugdíjas Klub, illetve a szlovák szervezet segítségével, annak tagjaival. Az első 100 főnek hirdettük ingyenesen, de több van, tehát szerintem aki itt lesz, mindenki süthet szalonnát. És akkor, akinek melege van, lemehet a pincébe is. Sőt, be a múzeumban is, ott azért a picit hűvösebb van. Igen, ott már jobb a klíma, lenn a pincében a pincebörtönt láthatják. Most azt beszéltük, hogy mivel ha többen vannak, akkor nehéz elindítani egy játékot, inkább csak meg lehet nézni, hogy hogyan is néz ki egy ilyen pincebörtön. Egyébként 3-5 fős csapatok játszhatják, és körülbelül 20 perc alatt már teljesíthető. Lekötöznek egy tagot belőlük, és az a feladat, hogy meg kell találni valahogy valamilyen úton, módon a kulcsot hozzá. Nyilván logikai, keresős és mindenféle játékot kell itt játszani közben. Hát igen, szóval akkor ezt is ki lehet próbálni, viszont ahogy említettem, a múzeumban is be lehet menni, ha már egyszer itt vagyunk, akkor a kiállításokat. Sőt, még benn van Xbox, PlayStation és VR szemüveg is, digitális játékok, virtuális játékok, idekint csocsóasztal, illetve pingpongasztal. Oda pedig az állandó, illetve időszaki kiállításaink, a nemzetiségi szobák, Várkonyi János festőművész kiállítása, Velünk élő múlt címmel helytörténeti kiállítás és a Mezőberényi települési értéktár, kerámiák a digitális térben, illetve Bartóki József festőművész emlékkiállítás. És aki esetleg megszomjazik ebbe a nagy melegbe, hát biztos, hogy neki kell valami itóka, az is van. Évelején nyitott a Kastély kávézó, ajánlom figyelmükbe a finom kávé, üdítő, jégkrém és sütemény kínálatukat. Reklámhelyen, jó? Igen, és kísérő programként a Patika Múzeum és két templom is nyitva lesz, az első kerületi evangélikus, a másik pedig a református templom. Hát akkor azt is ki lehet próbálni, el lehet oda is menni, bár hihetetlenül meleg van, tehát én biztos nem mászkálnék senki helyébe. Viszont hát, ha nem lett volna elég az nappali meleg, akkor majd itt a tűzgyújtáson ki lehet élvezni ismét a forróságot. Nagyon szépen köszönöm, remélem jönnek ennek a nagy melegnek ellenére is. Már azért gyülekezünk. Lassan biztosan gyülekezünk. Lassan, de biztos. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Meleged van? Igen. Nekem is. A bogarak is megesznek. A bogarak azok ilyenek.